szervezni évkezdéshez a táskákat. Több különböző támogatást is igénybe vehetnek a rászoruló családok a Dunajvárosi Adománykuckó és a Jobb adni, mint kapni egyesület jóvoltából. Az iskolatáskák mellett a két szervezet egy korábban elindított kezdeményezésben számítógépeket ajándékoz az iskolás gyermekeknek. Hogyha jól hallom, jól fülek, akkor széles körű együttműködésről van most szó több szervezettel is. Igen, örömmel tudathatom. Első körben azt szeretném elmondani, hogy fantasztikus álom vált valóra, hogy a város civil szervezetei, egyesületei összefogtak, és a nyár folyamán különböző megbeszéléseket tartottunk, hogy hogyan lehetne egy olyan közös munkát létrehozni, amelyet, tehát ami mindenkinek megtartja a szuveniritását és az egyediségét. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan célkitűzés született az elmúlt időszakban, amely megvalósítható, természetesen szépen, folyamatosan, néha lassan is, de most belevágtunk egy hatalmas projektbe, amely összefogás címmel számítógépeket ajándékoznánk, illetve jutatnánk el azon pályázó családok részére, akik erre rászorulnak. A program koordinátora Sági Antal, informatikai szakember. A számítógépek átadása a pályázatok útján fog elbírálásra kerülni, azt a Jobb adni, mint kapni egyesület szervezte, hirdette meg még júniusban vagy júliusban. Ebbe segítettünk az Adománykockóval is, én meghirdettük, kértünk, kaptunk számítógépeket, elég sokat kaptunk ahhoz, úgy nézünk, hogy a több a számítógép, mint a kérő. A kezdeményezésben szintén résztvevő Jobb adni, mint kapni egyesület főszervezője, Varga Éva, a program részleteiről is beszélt. Második éve vagyunk most már egyesület, nagyon sok mindenbe mi is belevágtunk, csináltuk. Fő tevékenységünk maradt az ételosztás ugye a Petőfi-ligetben, hozzánk is jöttek nagyon sokan különböző megkeresésekkel, családok, ruhanemű, tanszer, egyéb, és az Adománykuckó nagyon jól működik a városban, ami szintén egy civil szerveződés. Mi úgy gondoltuk a Antinak a javaslatára, összeállunk, és a civil szervezetek legyenek egy kalap alatt, mert sajnos több a rászoruló, mint amennyi adományozó van. És ne abrosszuk el a tevékenységünket. Így maradt az Adománykuckónak a tanszerosztás, a ruházat. Nekik ugye van egy hatalmas, nagyon szép helyük itt a Váci Mihály utca 9-ben. Ide be tudnak jönni az emberek válogatni, el tudják mondani azt, hogy mire van szükségük. Próbáljuk egymás munkáját így segíteni. Júniusban írtak ki a Jobb adni, mint kapni egyesület a pályázatot, hogy szeptemberre szeretnénk rászoruló gyermekeknek számítógépet adományozni. Ekkor jött az Anti, hogy ő számítógépes szakember, és ő vállalja ezeknek a számítógépeknek a szervizelését, beüzemelését. Szeptember 10-ig lehet pályázni, hangsúlyozom, pályázni ezekre a számítógépekre, amelynek a feltétele Dunaújvárosi vagy vonzás körzetében lévő iskolás gyermek. A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy ennek az internet előfizetését ők vállalják. A Jobb adni, kapni egyesület és a számítógépes szakember 2 évig vállalja ezeknek a számítógépeknek a szervizelési felülvizsgálatát. Természetesen olyan feltételünk van, hogy ezt a gépet nem adhatja el a szülő, hiszen a gyermeknek az iskolai tanuláshoz adjuk. Egyre többször halljuk és látjuk, hogy az iskolák e-mailben kérik vissza a gyerekektől a tananyagot, mondják, hogy nem elég, ami a tankönyvben van, nézzetek utána számítógépen. Nagyon jó képességű gyermekek vannak, ne hagyjuk őket elkallódni. Ezúton is kérek szépen minden adományozót, segítse a munkánkat, hiszen ezzel a gyermekeinket segítjük a jövő nemzedékét. A pályázatokat szeptember 15-ig bírálják el, a számítógépeket pedig még szeptember hónapban átvehetik majd a rászoruló családok. Feltétlenül csak el.